Szia! Nos, menjünk tovább egy újabb Linux distróval, ami akkor került a társadalom elé, amikor kiraktam a Risi OS-ről a kis rövid betekintőt, akkor ajánlottátok, hogy talán jobban megfelel annak a címnek egy másik operációs rendszer, mint annak a videónak, amit adtam, ugye ez pedig nevezetesen az, hogy a Fedora Linux mintje, és azt az oprendszert ajánlottátok, amelyet most jelen pillanatban Linux Mind is feldolgozott, tökéletes, alapos munkával, hiszen ő is kipróbálta és azt mondta, hogy nagyszerű, tökéletes, és érdemes arra, hogy bemutassa nektek, ez pedig ugye nem más, aki még ne hallott volna róla, mint a Nobara Linux, ami Fedorára épül, és így tökéletesebben tudja azt nyújtani nekünk, amit elvárnánk ugye egy Fedorás Linux mintről. Na most, hát ez az operációs rendszer röviden ám de velősen egy KDE GNOME Mix felülettel rendelkezik. Itt van nekünk minden szép és jó, hozzá kell tenni, hogy egy tökéletes welcome üdvözlője van, mint olyan. Nem mondanám, hogy jobb, mint a Ubuntu-nek a welcome-ja, hiszen itt nincsen ilyen asztalválasztó, viszont azt sem mondanám, hogy rosszabb. Igazából egy kicsit funkcionálisabb és jobb, és jobban össze van téve, hiszen ha megnézzük alapból itt az üdvözlő képernyőn az első lépéseknél már tudjuk frissíteni magát az operációs rendszert, tudjuk felrakni a különböző média kódekeket, ugyanakkor az Nvidia kártyákat is. Hozzáteszem, azok se szomorkodjanak, akiknek AMD van, mert azoknak meg egy másik fül alatt van az AMD-s, méghozzá itt van ugye az AMD-s driver, és minden pofon egyszerűen csak rámegyünk a launchra, és utána telepítjük, és tökéletesen működik, de láthatod, hogy itt már alapból fel vagy készítve mindenféle szemszögből, kapsz egy jó kis videóvágó szoftvert, ha te tartalmakat gyártasz, akkor a következő lépésed ugye az OBS-nek a letöltése lesz, vagy ha szeretsz beszélgetni barátaiddal, vagy csak úgy szörfölgetni a Discordon, akkor azt is meg tudod tenni, hiszen mellékelve van ide azonnal. Ami a fogyasztását illeti ennek a programnak, nem egetverő különbségek vannak itt, meg mondjuk egy bármilyen más egyéb Linux mellett, mert most 2,73-at 2,51 zabál a 23,4 gigányi memóriámból, úgy, hogy közben megy egy felvétel, meg a saját welcome ablakja, ha megnézed, 3-4%-os terhelés sem van a proci alapból, itt pedig ugye most éppen kihasználva az összes magot, ami ritka egy Linux-tól, hogy ennyire jól legyen beállítva, 10%-on pörgeti, szóval ténylegesen végképp fogja és használja az erőforrásokat, és nincsen vele semmi probléma. Ez a felület nekem valami bődületesen tetszik, hogy így ki van alakítva. Nagyon jó, nagyon célra vezető. Kapunk mellé még egy ilyen Windows 7-szerű start menüt, ami megint csak Isten király. Kapunk egy szoftvert, ugye, mint butikot, és kapunk egy Nobara Package Manager-t, mint olyat, ami hát szinaptik csomagkezelőre hajaz végképp, legalábbis szerintem alapból, most éppen frissíti magát, hiszen két napja hozzá se nyúltam, és most ilyenkor ugye ő bizony fogja magát, frissíti, fölpakolgatja azt, amit kell, meg megmutatja, hogy mi a helyzet, és utána tudunk tovább menni, ez pedig annyira ugye nem lesz érdekes számunkra. Na de nézzük, hogy a software az elindul-e. Igen, hát az szerintem GNOME software központ, vagy nem is tudom, minek hívják ott. Áruház? Hát a tiszta GNOME felület, meg nekem ezek a lekerekített fülek, meg stb. Tiszta GNOME 43, vagy nem tudom, 42 talán, és itt vannak ugye a csomagok, hogy mi van frissítve, mi van telepítve, mi elérhető, itt az adatbázisba is tudunk keresgélni természetesen, és tudjuk ugyanúgy használni, mint mondjuk egy szinaptik csomagkezelőt, és hogy ne húzzam túl sokáig az időt, villám gyorsan nézzük meg akkor a beállításokat, az meg ugye egyértelműen KDE menü. Legalábbis szerintem nézzük a névjegyét. Hát azt mondja, hogy a névjegye az itt van Nobara Linux, ugye,
37, 64 bites GNOME 43.2-est használ, illetve a KDE-t mixelik, bár az így külön ugyan nincsen feltüntetve, de ez a 43.2-es kicsit testre szabott rendszer, és a felület alapból olyan ikonokat fog neked kitenni, amik végletekig az előnyödre szolgálnak, startmenü, beállítások, csomagfrissítő, szoftverek, fájlok, kapsz egy Firefoxot, kapsz egy welcome ablakot, meg hát megjelenik mellette az éppen futtatott program, úgyhogy röviden én csak ajánlani tudom mindenkinek egy rövid kis tesztkeringőre ezt a történetet, aztán beszéljük meg, hogy mi a helyzet, mi a tapasztalatod neked, mennyire tetszik, mennyire nem tetszik, mennyire nevezhető ez Linux Mindos Zoli videója alapján és a te tapasztalataid szerint gaming disztróna, mert attól, hogy beleteszünk két csicsát, attól még nem lesz gaming, de itt elméletileg Zoli a videójában elmondja, ami azért nem lett túl rövid, szóval nagyon a részletekbe belemenve elemenzi ki, és megkapott természetesen a leírásba ezt a videót, hogy ez egy gaming történet, és őt állítólag tökéletesen kiszolgálja, úgyhogy én köszönöm a figyelmet, hogy megnézted ezen a kicsit szomorkás napon is a következő tartalmat, és további szép napot. Szia!